87 éves korában elhunyt dr. Kovács Albert kritikus esztét a irodalom történész és műfordító. Kovács Albert mezőcsáváson született 1928-ban, Marosvásárhelyen érettségizett és a Bukaresti Egyetem előadó tanáraként az orosz tanszéket vezette 1991-ig. Az erdélyi magyar és az orosz irodalomról jelentek meg munkái, orosz felesége jelen a Loginszkája segítségével magyar írókat fordított oroszra. Kovács Albertet a Marosvásárhelyi református temetőből búcsúztatva szülőfalujában helyezték örök nyugalomra.